A hatodik forduló előrehozott mérkőzésén fogadta az újonc, de több korábbi NB1-t is megjárt játékossal megerősített mezőkeresztes a Máté Szalkai MTK. A vendégek 100%-os mérleggel érkeztek, és az első félidőben jól is tartották magukat, 15-13-as hazai vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok. A második játék részben aztán állva hagyta ellenfelét a nagyszerűen védekező MMTK, amely végül 10 gólos győzelmet aratott a listavezető ellen. Ennek a mérkőzésnek azt gondolom a legnagyobb hozadéka az az volt, hogy azt a féle csapat szellemet, azt a csapat egységet bemutatták a lányok, ami a közönségnek is nagyon szórakoztató tud lenni. Egymásért tudtak küzdeni a pályán. A védekezés eldöntötte ennek a mérkőzésnek a kimenetelét, hiszen a második fél időben ugyanazzal a elszántsággal és lelkesedéssel léptek pályára a lányok. Így aztán így alakulhatott ki a végeredmény, ugye ez a 10 gólos különbség is, ami úgy gondolom, hogy teljes mértékben megérdemelt volt. Így ez egyfajta a bizakodást adhat a jövőben, annak vonatkozásában, hogy azért most a hátralévő mérkőzéseink tekintetében legközelebb a Miskolcot fogjuk majd itthon fogadni. Több mérkőzést játszunk itthon, mint idegenben. Így aztán én nagyon remélem azt, hogy a téli pihenő előtt a tabellának nagyon-nagyon a legelején, nagyon-nagyon dobogóján fogunk végezni. Az egyesület elnöke szerint a nyáron alaposan átalakult csapat még az építkezés fázisában van, így az idő előrehaladtával még jobban összeérik majd az együttes. Ezek között a játékosok között van olyan, aki sérüléséből tért vissza. Tehát az a rehabilitációt, amit itt elvégeztek, és ezáltal innentől kezdve ugye csapatba való beépítésüket megtette az edző, innentől kezdve azt gondolom, hogy ha sérülések, ugye a sportban ez természetesen benne van, ha sérülések nem fogják akadályozni ezeket, akkor ez a csapat többre hivatott, mint ahol még most is áll. Jelenleg ugye a második helyre kusztunk föl, ez egy pillanatnyi állapot, ebből azért még hosszú távú következtetéseket ne vonjunk le, de mindenképpen. Az, hogy ez az eredmény mindenképpen arra ad lehetőséget a továbbiakban, hogy ilyen eredményes edzésmunkával, valamint ilyen összefogással, ami a pályán is látható volt és átjött a szurkolók részére, a továbbiakban ez komoly eredményekre ad majd lehetőséget. Az NB2 északkeleti csoportjának tabelláját továbbra is a mezőkeresztes vezeti 10 ponttal, megelőzve a 8 pontos Máté Szalkát. A megyebeli csapatok közül a Kölcsey DS-e 4 ponttal a 6., a Vitka Ese pedig 2 ponttal a 9. helyen várja a folytatást.